Ha megkérdezi az úr, hogy akar-e nyilatkozni. De persze, majd. Ja, hogy ne legyen benne, mert... Jánosz jön ki? Hát már lassan így vagy, hogy foglalkozik az így. Hát pont, hogy így van. De nem kell miért, hogy beszélni. De jó. De most mit beszélni? Megválom mindenkit. A mi megbeszélésünk alapján annyi személy dolog volt, hogy azt mondtam, hogy ezt mondja elő. Erre mondta, hogy jó rendben van, mikor, és akkor megállapodtunk egy csütörtök 9 órában. Ezt a szart, ezt ő lapától lehet. Nem egy. Aztán egész jó előre. Ezt a részét ezt hagyd ki. Hagyom. Dehogy, Pista bácsi, nem hagyom én. Mit? Ezt a gazdasági bűncselekményes részét. Nem azt fogom ki, hogy nem hagyom ki. Hát ti kihagyhatjátok? Ez az én véleményem. Én nem szarok be ezektől, érted? Mert nekem 6 hónapig megint nem lesz rendőrség. Tavaly szeptember óta. Na, például. Szóval azon kívül, hogy itt kevés szakszöveti élet volt Csonka idejében, most egy kicsit olyan szinten... Persze, a rendkívüli? Azt nem, de hát azt a gazdasági bűncselekményes részét az biztos, hogy mondani fogok. A kollégáknak el tudok mondani, hogy mit tervezünk, azt nem tudok. No, ma 9 órakor, illetve 9:30-kor ismét elkezdődött egy tárgyalás. Hosszú-hosszú hónapok óta zajlik ez az ügy. Mire jutottak ma? Hát tulajdonképpen a legnegatívabb véleményt mondta ki az igazgató úr. A tulajdonosok nem akarják felszámolni a céget, viszont nem tudnak beletenni annyi pénzt se, hogy fönntartsák a céget addig, amíg megkapja ezt a bizonyos hitelt a cég. Az igazgató elmondta, hogy a bérfizetés teljesen bizonytalan. Még dátumot se tudott mondani, összeget se. Tulajdonképpen nekünk a helyzetünk totálisan kilátástalan. Amit eddig csináltunk, ez a cég tulajdonképpen úgy állt eddig talpon, hogy a munkavállalók bejöttek dolgozni bizonytalan összegért, bizonytalan pénzkifizetésért. A tulajdonosok nem különösebben reagáltak semmire. A menedzsment, hogy milyen munkát végzett egy év alatt, hát azt meg lehet látni az eredményekből. Mi elvégeztük a munkánkat, elvégeztük úgy, hogy fizetés nélkül is. Még egy ilyen munkavállalói csapatot nem hiszem, hogy lehet találni az országban. Ennek egy éve. Természetesen a szakszervezet nagyon sokat segített ebbe, és nagyon sok önbizalmat adott nekünk arra, hogy ezt kibírjuk idáig. Nem tudom, meddig bírjuk ki. Ha őszinték lehetünk, akkor ugye évtizedeken keresztül a szakszervezetről nem sok mindent lehetett hallani. Most, hogy ez a helyzet kialakult, hogyan, miként működik, milyen eszközeik vannak? Hát a szakszervezetnek itt a gyárban körülbelül 200 fős tagsága van. Jelen pillanatban szervezik újjá a szakszervezetet, mert eddig a szakszervezet igazából csak papíron létezett. Most megpróbáljunk egy működő szakszervezetet létrehozni. Hát az eszközeinket tekintve, ami törvényesen lehetőségre áll eszközünk, az egyik a sztrájk, ami jelen pillanatban értelmetlen, mert szinte munkánk sincs, minimális leterheléssel dolgozik a gyár. A másik a fizetési meghagyás, amit a munkaügyi bíróságra kell benyújtani, annak az a hátránya, hogy a cégnek nincsen a számláján pénz, tehát inkasszót nem tud a munkaügyi bíróság helyezni a cég számlájára, illetve csak nem tudunk belőle pénzhez jutni. A másik eszközünk a fizetési felszólítás benyújtása, ami egy bizonyos idő után átmehet felszámolásba, de a Ménes úr itt mondta, hogy ezt ők tudják kezelni, tehát ez az eszköz is, ami még a kezünkben volt, most szerintem ez is okafogyottá válik. A másik lehetőségünk még a felmondás, amit meg tudunk tenni. A szakszervezet részéről eddig is ügyvéd is segítséget nyújtott, eddig is az ügyvéd bárkinek. Továbbra is ígéretet kaptunk rá, hogy ügyvédi segítséget, meg minden szakmai segítséget meg fogunk kapni a szakszervezettől, és élünk is ezzel. Hogyan viselik a munkások ezt a kialakult helyzetet? Milyen a közhangulat? Hát lincs hangulat van, azt kell mondanom, szörnyű dolgokat végeznek velünk, ez már szerintem a gazdasági bűncselekményt fogalmát is kimeríti. Hónapok óta nem kapjuk meg a fizetési meghagyások, a bérpapírunkon szereplő étkezési utalványokat, nincsenek befizetve a szakszervezeti tagdíjak, amik szintén levonnak a fizetésünkből, magánnyugdíj, önkéntes nyugdíj, pénztár, ez szerintem már a sikkasztás.
tényét meríti ki. Ez ellen, hogy mit lehet csinálni, megpróbáljunk egy feljelentést tenni, mert ez így nem megy. Tehát ebbe az országba érdekes, hogy a munkavállalóra mindig vonatkozik a törvény, ezekre az emberekre nem. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. A szakszervezeteknek milyen eszközeik vannak még, azon kívül, amit eddig használtak, felhasználtak? Hát tulajdonképpen a Vasas Szakszereti Szövetség itt a nehézségek kezelésében és a, hogy mondjam, munkabére békehelyre állításában folyamatosan közreműködött, részben a területi képviselőink, részben pedig a szakértőink Budapestre és a Dél-Alföldi Regionális Irodáról szintén. Hát megmondom őszinte, hogy már próbálkoztunk itt mindennel, amilyen törvényes lehetőségek voltak a kezünkbe, a tárgyalásokat. Az esetek 90%-ában mi a Vasas jelenlévő képviselői, sztrájkbizottság, a szakszereti bizottság, illetve a központ is kezdeményezte, bevetettük a vezetőinket, nevezetesen Pataki Péter, a Magyar Szakszeretek Országos Szövetségének elnöke járt itt békéltetés céljából, vagy megkeresne megoldást, Balog Béla, a Vasas Szövetség országos elnöke is lejött a helyszínre, és hát próbáltuk igénybe venni a munkaügyi közvetítői döntőbíróságnak a segítségét, tulajdonképpen ők egy állami bíróság, vagy egyeztető testület, erre nem tartott igényt a munkáltató. Hát még vannak eszközeink, amelyeket úgy gondolom, hogy majd ki fogunk használni. Ezekről nem akarok nálam beszélni, mert nem publikusak, viszont a szabad még valami másról beszélni. Arról, hogy végigkövetve egy több hónapon keresztül az eseményeket, én azt mondom, hogy hát le a kalappal a munkavállalók előtt. Én is azt tudom megismételni, mint a Molnár Pista barátom, hogy egyszerűen talán az országban sincs. Hát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy birka népség, nem tudom, én nem tartom őket annak, akik hosszú hónapokon keresztül tulajdonképpen dolgoznak, ezért cserébe nem bért, vagy a jövedelmük egy részét, hanem ígéreteket, felelőtlen ígéreteket kapnak, és hát egyszerűen felháborító, hogy azokat a megállapodásokat, amelyeket nem a Vasas szakszervezet tett le az asztalra, hanem a munkáltató. Hát gyerekek, ti tudjátok, szerintem egy-két héten belül saját maga a munkáltató rúgta fel. Hát így nem lehet érdemben tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy most már nagyon kemény eszközöket kell bevetni, nem a sztrájkot. Erről beszélt a Pista, hogy ez most nem aktuális. Megvannak az elképzeléseink, holnap munkásgyűlést hívunk össze, és a sztrájk és a helyi Vasas szakszervezet javaslatot fog tenni a kollektívának arra, hogy szerintünk ebben a helyzetben mit kell meglépni, és mint ahogy eddig, ezután is mindig a munkásgyűlés fog dönteni abban, hogy helyes a javaslatunk, vagy nem. Ha jóvá hagyják, erről természetesen fogjuk tájékoztatni a holnapi nap folyamán a sajtót is. A jelenlegi helyzetben a bértartozásokról szeretném elmondani, hogy a szellemi állománynak 3 havi bértartozása van, a fizikai állománynak 2 havi és 15%. Ezt azért is szeretném elmondani, mert itt beszéljünk az emberekkel, ők mindenki azt hiszi, hogy itt a kampányidőszakban megjelent ez az állami garanciavállalás, hogy ebből mi már pénzhez jutottunk. Jelen pillanatban ennek az augusztus időpontját adták meg, hogy ebből a hitelből lesz valami, és akkor szándékoznak a bértartozásokat rendezni ebből a pénzből. Addig egyelőre még most biztos információk nincs, hogy mikorra fogják esetleg más eszközökkel megoldani, hogy kevesebb legyen a bértartozás. Április 9-én kötöttünk mi egy megállapodást a Ménes úrral, illetve a Szentesi nével. Ez a megállapodás már az első pontjában is csúszott néhány embernek 1-2 napot. A héten lett volna esedékes a második pontja a megállapodásnak, és ugye innentől kezdve erről már nem beszélhetünk, mert most jelentették be az imént, hogy ők nem fognak bért fizetni a héten. Ami pénzeszköz rendelkezésükre áll, azt munkaszerzésre fogják felhasználni, és nem a bérek kifizetésére.
oké. Okay. A fizikai pedig azt mondja. Meg volt már a munkásgyűlés, mire jutottak? Meg volt a munkásgyűlés, a szakszervezeti, vasárs szakszervezetnek a elnöke előadta azt a egyik utolsó lehetőséget, hogyha egy rendkívüli felmondással egy nagy tömeg elmegy ettől a gyártól, akkor tulajdonképpen hozzájut egy a 3 hónapos munkanyugi segélyhez, mert tegnap kifejtette a Ménes úr, hogy itt pénz mostanában nem lesz. Tehát tulajdonképpen bér nélkül, fizetés nélkül, segélynek, semmi nélkül nem lehet élni. És hogyha ezt felajánlottuk most a dolgozóknak, adtunk egy 2 napos gondolkodási időt, és hétfőn, aki akarja, aláírja a nyilatkozatot, összegyűjtjük, és az igazgatónak át, a vezérigazgatónak átadjuk fönn Pesten. Kérünk egy időpontot, és egy 2-3 napos gondolkodási idő után átadjuk. Közben értesítjük, hogy ennyi és ennyi rendkívüli felmondás viszünk föl neki átadásra. Ha még erre se lépnek, akkor tulajdonképpen itt nem hiszem, hogy szüksége van ennek a gyárnak munkavállalóra. Mint ahogy láttuk azt, hogy a pénzéhez is annyira nyúl hozzá, hogy a bért nem tudja fizetni, nem, most már nem is akarja. Én szerintem a tulajdonosok most már nem is akarnak bért fizetni. Itt föl akarják tartani ezt a gyárat úgy, hogy semmilyen költségbe ne kerüljön nekik. Hát ha lélegzetet veszel ma már, az is pénzbe kerül. Nem, ez a munkás gyűlés volt, most bemegyünk és e-mailben közöljük az eseményeket, és tulajdonképpen nincs tárgyalási alapunk. Hol tart most az ügy ön szerint? Jelen pillanatban ott tart, hogy abszolút lehetetlen helyzetbe hozták a munkavállalókat, mert kerekperet kijelentették azt, hogy körülbelül 6 hónapig ne számítsunk munkabérre. Ha mi úgy gondoljuk, hogy 6 hónapig nem számíthatunk munkabérre, akkor kifizeti ki a járulékunkat a elkövetkező 6 hónapba, a másik 6 hónapra sincs garancia, hogy munkát kapunk. Tehát itt ebbe az évbe talán nem tudnak munkát biztosítani. Mi munkavállalók szerint mi úgy gondoljuk, hogy abszolút lehetetlen helyzetbe hoztak bennünket, annyira lehetetlen helyzetbe, hogy lépés előnyben vannak ugyan a milliómosok vagy milliárdosok, de nem tudnak ők se lépni nélkülünk. Mi se tudunk ő nélkülük lépni, mert ott tartunk, hogy az egész város erről beszél a fél ország, és mégse jutunk semmire. Sajnos, hogyha ez a kormány, a következő kormány sem tud lépni által, akkor itt körülbelül 1000 embernek, 1000
embernek kell. Sajnos a létminimum alatt élünk ma is. Hogyan sikerült egyáltalán átvészelni ezt az időszakot, hiszen már hosszú ideje probléma van a bérek kifizetésével? Tulajdonképpen úgy vészeltük át, hogy nagy része valamelyikünk a családból valaki fizetőképes, tehát keresőképes ember volt. Csak így lehetett átvészelni, semmi másképp. Tehát az adósságaink azt mindig félretettük. Mindig. Úgy a dégát, úgy a kártszolgáltató, bármi. Azt mindig félretettük a számlákat, hogy egyszerűen túléljük ezt. És akkor most erre jön ez, hogy 3 hónapig megint nem kapunk fizetést. 6 hónapon keresztül. Mivel hogy a februári bérünk még mindig hiányzik. Február, március, április, május, június, augusztus, szeptemberre ígértek. És szeptemberig ki az az ember, aki ezt kibírja? Hol tudunk kitartani? Ilyen ember nincs. Itt más megoldás nincs, csak a büntető feljelentés. Én ezt mondom. A mai munkás gyűlésen született egy megállapodás. Ezt ön elfogadta, vagy elfogadja, és ha igen, akkor mit remélnek tőle? Sajnos csak tovább jutottunk, tovább mentünk. Hétfőtől többet tudunk mondani. Annyival, hogy legfeljebb beadjuk a felmondást, elmegyünk tömeges felmondással, de nem biztos, hogy ebből guruló forint lesz otthon a családnak. Ez kizárt dolog, hogy a jelenlegi vezetés lépni fog. Más nem tudok mondani. Ma született egy döntés a munkásgyűlésen. Mennyire elfogadható ez a döntés, illetve mi lehet ennek az igazi következménye? Hát tulajdonképpen mi azt várjuk ettől a döntéstől, a rendkívüli felmondások tömeges beadásától, ha ez be fog következni, hétfőn reggelre kiderül, hogy végre kibújik a szög a zsákból. Ugyanis mit jelent ez? Ha tömegesen az emberek be fogják adni a rendkívüli felmondást, akkor le fog állni a gyár. És a tulajdonosnak most már végre nyilatkoznia kell, de Isten igazából, nem az ígérgetések, meg az elképzelések, meg a nem tudom milyen szinten, hanem a valóságban, és akarja ezt a gyárat működtetni, vagy nem akarja. Ha legalább középtávon akarja, akkor a 101 néhány, nem tudom mennyi rendkívüli felmondás hatására, én azonnal le fog enni ide valaki, vagy a tulajdonosok, vagy a menedzsment részéről, és azt fogja mondani az embereknek, uraim, ne menjenek el, ekkor meg ekkor fizetjük az elmaradt járandóságokat. Most megkérdezi tőlem, hogy ha eddig nem volt miből fizetni, akkor miből fogják, ez nem a munkavállalók feladata. Úgy gondolom, ők becsületesen megdolgoztak, törvényesen ez nekik jár, fizessen a munkáltató. Ha pedig ilyen nagy szándék nincs, vagy nem lát a tulajdonos a menedzsment erre lehetőséget, akkor pedig belenyugszanak ebbe, és én úgy gondolom, hogy a lépés következményeként valaki a hitelezők közül nagyon gyorsan, ha már nem tette meg, felszámolási eljárást fog a cég ellen indítani. Lehet még ehhez azt is hozzátenni, hogy a dolgozóknak előnyös ez a lépés. Hát a dolgozóknak az lenne a legelőnyösebb, ha megmaradna a munkahelyük, a gyárnak lenne jövője, lenne megfelelő rendelésállomány a gyárban, megkapnák a bérüket, fizetésüket, és a munkabéke helyre állna. Ma mi a helyzet? Nincs munkabéke, nincs bér, nincs béren kívüli juttatás, krízis helyzetben van nagyon sok ember. Ehhez képest, ha beadják a rendkívülit, bejelentkezhetnek álláskeresési járadékra, álláskeresőnek, köznyelvben munkanélkülinek, és a regisztrációt követően azonnal igénybe vehetik az álláskeresők járadékának a folyósítását. Magyarul levegőhöz jutnak végre egy év után, ha nem is valamiféle magas színvonalon, de talán az eddigi tartozásaikból valamiket meg tudnak adni a szomszédoknak, rokonoknak, és talán ezzel a járadékkal azt is elérik, hogy
elmaradt számláik egy részét legalább a legfontosabbakat törleszteni tudják. Hát ezt tudom mondani. Ebben a szituációban mekkora esély van arra, hogy az elmaradt bérekhez is hozzájutnak? Hát én úgy gondolom, hogy akkor fognak hozzájutni a dolgozók, bár ne legyen igazam, a cég valahonnan teremtsen a bérek kifizetésére forrást. Egy felszámolási eljárás keretében lehet a bérek iránti igényt érvényesíteni. Ugye a törvény kimondja, ha beindult egy felszámolási eljárás, akkor a munkavállalóknak a bérgarancia alaphoz lehet a felszámoló biztoson keresztül benyújtani kérelmüket. Az állami forrásból a elmaradt bérek kifizetése iránt. Hát tegnap, ahogy elmondtam Ménes úr, egy ilyen felszámolási eljárás következményeit, nem mondom, hogy el akarta rettenteni előttől a kollektívát, de hát valószínűleg azért volt ilyen cél is. Nekik egyébként igaza van, törvényben lehetőségük van arra, hogy az felszámolási eljárás beindítását 5-6 hónappal kicsúsztassák. Fellebezünk meg pont. Mire ki lesz itt nevezve a felszámoló biztos, az 5 hónap. Na most csak a felszámoló biztostól lehet kérni a bérgarancia alapból, vagy azon keresztül, hogy fizessék ki, az állam tulajdonképpen fizesse ki a munkáltató helyett az elmaradt béreket. Ennek az eljárásnak gyakorlati tapasztalatom szerint, sajnos már volt benne közleműködői részünk, 3 hónap az ideje. Ez azt jelenti, ha mi most benyújtanánk már, mint a hitelező dolgozók a felszámolási eljárás iránti igényt, körülbelül jövő februárban jutnának a dolgozók leghamarabb bérgarancia alapból történő kifizetés. Ezért nem javasoljuk ezt a formát. Ezeknek az embereknek most és azonnal van szükségük a segítségre, ez pedig más úton nem megy, mint amit javasoltunk. Felmondok, holnap bejelentkezem, és a következő hónap 10-ig átutalják a számlámra az álláskeresők járadékát, amely komoly megélhetést nem biztosít, de a semmihez képest valami. Hát ennek a tulajdonosi körnek ezek az emberek semmi. Nem haragszik rám, hogy ilyen rohadt kemény vagyok. De gyerekkorom óta ilyen vagyok. Az az igazság, hogy nekünk is azért valamit kell majd a főnökeinknek mondani, hogy akkor mi volt itt, tehát... Nem kell. Miért kell? Hát azért, mert hogy meghirdettek egy munkát, illetve annak van valami eredménye. Nem. Amúgy, bocsánat, múlt hét hétfőn is munkásgyűlés volt. Múlt hét pénteken is munkásgyűlés volt. A munkásgyűlésnek most gyakorlatilag nem munkásgyűlés a jellege, hanem mivel kikapcsolták az áramot és kikapcsolták a gázt, hogy önök is tudják. És az embereket hazaengedtem erre az időszakra álláspénzért. Ha úgy tetszik, ez az egyedüli találkozási lehetőségünk. Mert lehet, hogyha mindenkinek internetre lenne otthon, akkor azt merni az ember mondani, hogy nagyon veszünk fel a kapcsolatot. Tehát a munkásgyűlés, ha úgy tetszik, munkaidőbeli találkozás.
tehát eleve erről szól a történet. Máskor nem tudok velük találkozni. És ezért én szépen fölkelek 4-kor, lejövök ide adott időre, és szépen tájékoztatom őket, hogy amíg otthon voltak most állás pénzen, hölgyeim és uraim, ez történt. Erre kérem a türelmüket, aki bírja, bírja, aki nem, nem. Ki az, aki ne tudna elmenni máshova dolgozni? Minden ember a lehetőséget. Tökéletesen elmondtam, hogy most ebben az ötödős időszakban csak akkor maradjon, hogyha még a szakmaiság, a 20 éves gyári működés akármi miatt ezt bírja, anyagilag is bírja, nekem ne próbálkozzon máshol. Vége? Nézd, csak már meguntátok. Jó van. Október 4-ig, 10-ig. Nem tudok semmit, majd, mert az igazgató tanács negyed óra alatt végzett a gyűléssel és nem hozott döntést. Ezért jött le. Egy hét múlva újra jön. De október 4-én lesz a következő. Nem, ezt is felvetették, hogy választások után. Semmi választási játék nincsen, mert 15 nappal előre hívott a tanácsnak. A személyes holnak előző. Biztos is. Azt visszavittál, hogy egyébként. Igen, tudom.
este 7 órakor kijöttünk, hogy a cigizdó, már elkezdtünk rendőrt a dolgozók, köszönöm, jöttek le, körbe csókolgatták egy másnál. Onnantól tudtam azt helyzet, hogy az a srác, akivel együtt dolgoztam, az decemberben kapott 350 ezer forintot. Ez sima csoportvezető. Ezt levezényelték, és innentől be is futunk. Uraim, egy pár szó erejéig összegezzük, hogy, hogy önök hogy látják. Ja, gyertek, nyugodtan, mert a titkár kollega nyilatkozom, hogy nyugodtan lehet. De önöknek is nyilván van egy kialakult véleménye. Sajnos Magyarországon ma tulajdonosok és a képviselők megtehetik azt, hogy jogos munkabért, jogos sajándosságot nem fizetnek ki, hivatkozva mindenféle nehézségekre, amit megértünk, de az emberek nem értik meg, hogy 5 hónapja miért nem kapják meg a jogos sajándosságukat, és miért nem tudnak a családjuknak megfelelő megélhetést biztosítani. Emellett a cégvezető úr, vezérigazgató úr megint bizalmat kért, időt kért, közgyűlési határozatig, vállalkozáskért és minden mást, amit nem szokott. Ezzel gondolom a munkavállalók bent a véleményüket elmondták, hogy ezzel nem értenek egyet, és ezzel nem tudnak azonosulni. És úgy gondolom, szakszervezetként feladatunk az, hogy ne hagyjuk, és a törvénykezést arra készüljük rá a következő időszakban, hogy ne történhessen az meg, hogy hónapokon át a jogos munkabéreket nem fizetik ki, és mindenféle álom mögé bújva, kormánygaranciákra várva halogatják az időt és húzzák. Milyen eszközei vannak a szakszervezetnek? A törvényes eszközöket tudjuk alkalmazni. Egyelőre a felszámolási kérelmet beadta a titkár kolléga a megfelelő helyen. Reméljük, ez meg fog történni, és elindul a felszámolás, és legalább a munkavállalók, ha már munkájukat nem tudták megmenteni, vagy nem, valószínűleg nem fogják tudni megmenteni, legalább a jándorságik egy részét meg fogják majd kapni ezek után. Arra hivatkozik, hogy nincsen neki arra pénze és lehetősége, hogy a törvénynek eleget tegyen, és kihagyja azokat a igazolásokat, hogy a munkavállalók, ha már fizetni nem tud, és ha már munkát nem tud biztosítani, el tudjanak menni máshova dolgozni, helyezkedni, vagy egyáltalán munkanélküliségre. Szóval ez undorító sorából itt, amit művelnek. Ez tényleg... Szászónak is egy vége, amikor emlékszenek, amikor 3 hónappal ezelőtt ugyanitt találkoztunk? Ugyanott tartunk. Nem. Még rosszabb a helyzet. Még 3 hónap bér hozzá. Azt szeretném mondani, hogy nekünk álláspontunk volt az végig, hogy ahogy a kollégám elmondta, a felszámolási eljárás kezdeményezik a munkavállalók a cég ellen, akkor ez sajnos olyan mértékben nem történt meg, mint ahogy azt érdemes lett volna csinálni. Most, ha jól tudom, akkor a Gábor elküldte ezeket, és csak ismételni tudom a kollégámat, hogy bízunk abban, hogy az elszámolási eljárás úgy fog történni, hogy mi hamarabb bérjük egy részét a bérgaranci alapból, ezek az emberek meg fogják kapni. Mi, mint Vasas Szakszert Szövetség, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok dolgot megtettünk, hiszen itt voltunk, támogattuk médiához jutásokat, stb. Volt más székekkel tárgyalás, hogy átvennék a kollégákat. Elég szomorú, hogy Magyarországon törvények itt tartanak, hogy ezt bárki is megtehesse. És az a legszomorúbb az egészben, hogy szerencse, addig szükség van a szakszervezetünkre, ameddig ilyen cégek, ilyen cégvezetések és ilyen lelketlen tulajdonosok vannak, akik a elvégzett munkáért nem fizetnek. Ezt meg lehet nézni a állami beruházásoknál, és azokat a kis vállalkozásokat, akik a folyamatnak a végén van, hol tartanak és mit nem fizetnek ki. Ez Magyarország 2010.
Hát nem jó, aki csátadott ki. Nem jött? Jó? Várj, Én is azt mondom, hogy ez mások, ez komolyan mondom. Nézzétek! Én tudom, nem akarok én téged. Figyelj már, hogy oda-haza megyek, és akkor mit mondok a nejemnek, hogy ennek a tápézemet nem kapom meg, például. Tápézemet nem kapom meg, érted? Legyen szíves, ezt a kamerát kapcsolja ki. Ez nem odatom, hogy én nem tudom. Semmi jó, várunk. Na, vagy 7:30. Te mondod, hogy beszélni kérdezzük meg. Gyerek, olyan sok nagy szájuk van. Na, gyerek, induljunk meg, azt kérdezzük meg. Hát mi a picsára várunk, gyerek? Hát megdöblünk éhen. Itt akartok megdöbleni éhen. Jobb ez így. Gyerünk föl, kérdezzük meg. Akkor ma életem. Emma.
Nem jön ki ilyen? 5 perc. 5 perc múlva jön, azt mondta. 5 mindenki előtt, Ménes úr! Itt, hogy miért éheztetnek 6 hónapja több mint 10 tárgy családot? Itt kellene, ide kellene hozni a nagy gyereket! A Szabó András, a Költő Magdornát! Szó szerint! Ezeket kell idehozni! Nem menjünk el! Nem menjünk el! Nem menjünk el! Nem menjünk el! Nem maga ellen van kifogásunk! A két tulajdonos ellen van kifogásunk, Ménes úr! Nem megyünk be! Aki be akar menni, menjen be, hallgassa meg Ménes urat! Aki meg velünk van, az meg maradjon ki! Uraim, találkozunk. Nem minden? Na, öcsém, ezért. Találkozunk legközelebb, ez volt a válasz. Jaaa. Nem hátrálunk meg! Úgy van. Jöjjön vissza! Nézd már nálam. Na gyerünk, 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 gyerünk. Ennyi, gyerekek, látjátok ezt? Ez van. Meglátta a kamerát, még ilyen. Hát be. Jó. Ja. Vannak, akik kipakolják. Kis János kipakolják. Ja. Kis János, egy kipakolják. Vannak neki emberek. Thank you.
gyerekek már itt van? Világszám szépen. Mutatjuk már figyelmet. Egy nap több gyűlés tartott. Jani. A véleményem lehet, hogy egyet csak ebben a veszed már az igazgatóság az anyagai alapján föltervezett a költülésen az anyagot. Azt tudnunk kell, és elnézést kérem, hogy a kultképpen nem értem le. Jöjjünk a jövő héten! Nem értem. Minden héten ezért jövünk. Hát egyébként nem tudom, hogy ezt tudom mondani. Nem tudom más mondani. Miért esik pénzt? Oda? Mondja meg nekem, hogy mondok alá. Mindegy. Nekünk a saját pénzünk kell, uram. Saját pénzünk. Nem az ön pénze kell. Jó, hát végül is ezt nem voltam akkor. Se papírok, se leszámolási helyzet, semmi, se fizetés, se gyár, se cím. Most már az a cím is megszűnt, nekem tudjuk meg. Címet se tudjuk. Ja. Akkor csak rávítás volt. Nem tudom, nézd már, ott álltam teljesen mellé, majd nézd már, hogy mi az, amit hallani lehet. Döntsük el, hogy mi legyen akkor a sorsunk nekünk. Megyük még kétbe az egészet. Ennek semmi értelme. Fölösleges legyen. De most mondom, hogy nem fogsz semmi sem. Tiszta fölösleges. Hát a 18-án van a közgyűlés, akkor jöjjünk, 19-én az kész. Hát az a saját pénzén nem szabadít. Hogy hiába, hát már cím sincsen, érted? Cím sincsen, igen. Tehát hova? Hova adjuk be a felmondást, kinek? Semmi, érted? Tehát a Nagyelek és a Szabó András ennyit foglalkozik az alkalmazottjaival, az embereivel. De hogy nincs hová elküldeni, nincs szín. Nincs.
Mennyire áll össze a csapat? Egyben van a csapat, vagy mindenki nézi a saját magát? Egyik, aki bűnik, nem bűnik. Ha egyben van, akkor viszont ha tényleg egyben van, akkor próbáljuk meg valamilyen demonstrációtól kezdve a sztrájkig, a bármit, valamit csinálni. Ez az elmegyünk haza és visszajövünk egy hétből, két hét múlva. Ennek az égvilágos mi vagyunk a bábunk, ők meg velünk szóra. Itt még van közel 200 millió forint értékű cső. El kell dönteni. Kiengedjük, vagy nem engedjük. Hatán kéne. Nem tudsz arra, hogy amikor befizetik az embereket. Pakolj össze, de azt kell eldönteni, hogy kiengedjük ezt a csövet innen. Mikor jön a kamion? Csütörtökön? Állítólag csütörtökön. Ja, meghallják. De ezt most meghallják, akkor jön szerdán. Igen. Akkor már itt vagyunk szerdán is. Portások azért vannak, hogy szóljanak. Abba, ő van a kapő. Portások is vannak, valósra vannak. De jó, nem azt említett, hogy nem lehet megcsinálni, hanem azt, hogy lehet. Egyedül ők tudnának. Minél azt keresünk, hogy nem, hogy lehet. Nem azt mondom. Azt kéne megnéznünk, hogy egyben van a csapat még, aki itt van, vagy nincs egyben. Ha nincs egyben, természetesen az egy negatív jelenség, mert akkor mindenki végezze a saját dolgát, ha egyben van, akkor valamit még tudunk találni. Most jelen pillanatban a feladat a fölmondásodat, azt se tudják elfogadni, a cégnek nincsen Isten igazából. Szerintem ugye a holnapi nap. A levelezési címe nincs, vagyis hát egy címe sincs, pénteken már lesz. Állítólag pénteken lesz. De ki az, aki beenged magához egy ilyen lepusztult, szava értetlen céget? A nagy elej. A nagy elej biztosított neki egy irodát. Tehát lesz péntektől olyan levél cím, hogy ajánlottan föl lehet a rendkívüli felmondás. Hala cím. Azt a címet meg fogjuk tudni pénteken, remélem meg tudjuk. Ezt legközelebb mondjuk csak szerdán, ha mindenki hazamegy és otthon van, csak szerdán tudjuk megbeszélni, hogy hol be lehet adni tömegesen a rendkívüli felmondást, vissza lehet venni a sztrájkjogunkat, meg lehet akadályozni, vagy legalábbis nehézségeket, bőrköket elétenni, hogy kiszállítsák, föl lehet menni, demonstrálni, ide föl lehet Iskolfélegházi önkormányzaton is oda lehet állni, sztrájkolni, vagy demonstrációt csinálni, hogy valahogy fölhívja a figyelmünket arról, hogy itt most már ez már minden lehet. Lehet sztrájkolni. Egy két-három napos sztrájkot ezen a héten, ha megcsinálnám, meg lehet. Csak el kell döntenünk, hogy mit akarunk. Ha azt akarjuk, hogy a Ménes elmondta a mutokáját, utána mindenki megy a saját dolga intézésére, akkor viszont itt már nem tudunk sok mindent tenni. Akkor mindenki intéz a saját dolgát. Tehát egybe maradunk, vagy szétosztunk. Ez a kérdés. Mindenféleképpen össze kellene jönnünk abból a szempontból, hogy például egy demonstráció ott van a Kapos Krisztián, most már ő a polgármester. Egy petíciót begyújtani, és egy két órás demonstrációt a polgármester igaznak előtt, vagy a tére, vagy bármi.
milyen előrelépések, hátralépések, mi történt? Hátralépés se történt, előrelépés maximálisan nem. Ami történt az, hogy továbbra is fölizgatják itt a munkavállalókat avval, hogy hitegetik őket, talán nem is tudom, szándékos kiéheztetés. Még azt is lehetne mondani. A lényege talán az az egésznek, hogy letettük mi a voksunkat ebbe a gyárba úgy, hogy fizetést nem kaptunk már nagyon régóta, és annak ellenére bent vagyunk, csináljuk, próbáljuk a munkahelyet megmenteni, mivel Félegyházán és környékén nem sok munkahely van. Megpróbáljuk azt, amit mi bele tudunk tenni ebbe az egészbe, viszont nem kapjuk vissza, semmilyen formába. És odáig eljutottunk, hogy most már időpontot se tudnak mondani arról, hogy mikor is rendezik le azokat a béreket, amiket mi már ebbe a gyárba beletettünk. Így patthelyzetbe jutottunk, azon kívül, hogy ha el akarok helyezkedni, még a papíromat se kapom meg. Egyszerűen le van bilincselve ez a 150-200 fő olyan szinten, hogy se papírt nem kap, se nem tud elhelyezkedni, se fizetést nem kap, se megélhetési lehetőséget nem kap, és kérik még a türelmünket. Mire? Ennyi lett volna talán. Talán kérdezzük meg a munkavállalókat is, hogy ő nekik személyes helyzetükből kifolyólag mi a véleményük erről? Nem tudom, ki szeretne nyilatkozni, vagy ki mondaná el, hogy mi a vélemény a kialakult helyzetről. Ugye ma is volt itt a Ménes úr. A csend az nem jó. Hát igen, már most több mint fél éves fizetésünkkel lógnak. Én is olyan helyzetben vagyok, hogy két lányt nevel egyedül. Segítség nincs. 20.950 forintos özvegyi nyugdíj az nagyon kevés. Ígéret nincs, ígéret van mindig, valami garancia mögé bújás mindig van, de hogy mi lesz velünk, mikor kapunk pénzt, mikor szűnik meg ez a helyzet, semmi. Jön a tél, valamiből meg kellene élni, segélyé nem tudunk fordulni sehova. Tehát, és én azért még kíváncsi lennék arra, hogy van ez a munkatörvénykönyve. Ez ennyire nem ér semmit, hogy csak kötelezettségeink vannak, de a jogainkat nem lehet érvényesíteni. Hogy mi ennek erről az országnak a véleménye, a politikusainknak. Ez engem nagyon fölháborít. Köszönöm. Esetleg... Hát hogyne, hát közel egy cipőbe járunk, itt a 99%-unk ebbe a cipőbe jár. Hiába vagyunk már öregebbek, szóval annyit félretenni, mert ők itt cinikusan már azt is megjegyezték annak idején, hogy mi az, hogy nincs annyi tartalékod. Na most ezekből a fizetésekből, ami előzőleg is volt jó, aki nagyon sokat dolgozott, kicsivel többet is kapott, de hogy annyit félretenni, hogy már lassan egy éves lesz ez a dolog, mert azért 6,5-7 hónap után azért csak kimerülnek azok a tartalékocskák. Na most az én speciális esetem nem nagyon kell neki örülni, mert a feleségem 80%-os rokkant oxigénpalackon van otthon. Én sajnos ércserés vagyok. 44%-ra le vagyok minősítve. A koromnál fogva se, az egészségi állapotomnál fogva se, nem tudok elhelyezkedni, még hogyha, tehát nem tudok el, még fusiba sem, mert nem is kell, mert nincsen munkahely. Azon kívül közel 30.000 forint értékű gyógyszerutalványom oda-haza van, mondjuk egy ilyen műtétre azért némi gyógyszert illik szedni, amit nem bírok kiváltani. Nem bírok kiváltani, mert nincs miből. A feleségem 61-2000 forintos rokkant nyugdíjából azért térre fő neki menni. A fiamnak abba kellett hagyni a főiskolát, azért mert nem tudjuk finanszírozni, az se, hogy átjárjon, nem, hogy egyéb dolgokat. És akkor megkérdezik itt cinikusan, hogy hát, vagy meg mondják, hogy hát türelem meg így, meg úgy, meg hát legyünk már tekintettel a kiszállítóra, meg a beszállítóra, mert hát ők jók voltak velünk, meg hát mi legyünk tekintettel. A milliárdos úrra, aki hatodik az országban, és nem hajlandó letekinteni ő istensége arra, hogy Kiskunfélegyházán 300 vagy 250 vagy 200 csomó család nyomorog végette. Őnek ez annyi, mint hogyha, mit tudom én, nekem volna, tehát a kutyánkat többet szoktuk nézni. És mire legyünk türelmesek, mire várjunk, és ígérni, és most is gátlástalanul olyan dolgokat mond, most mondhatom azt, hogy hazudik. Hazudik, nem hiszünk egy szavát se, egyetlen vezetőnknek se.
Ez a vezetői szint, ez bezárul már a középvezetőnél, vagy kezdődik, és a fölfele meg most már ne is mondjam, mert ugye a gazdáink, az úgynevezettek, ezek a tulajdonosok, amit fogalmam nincs, hogy miért tulajdonos, vagy milyen gazda az ilyen, hiszen még a állatnak is adni kell lenni, hogy húzza az igát. Ugye így szokták jobb helyeken, mert egyébként lefekszik, és ő nem is húzza a kocsit. Velünk elváratják még ezt is, hogy most persze, hát ti azért vagytok annyira. Szóval tudatlanok vagyunk, nem így szocializálódtunk, hogy ha tesszük a dolgunkat, akkor ezért nem jár semmi. Sőt, még talán ami van, azt is kellene venni valamilyen formába, hogy nem tudom tovább ragozni, fokozni, mert az indulat akkor az emberben, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy tényleg hogy lehetséges ez ebbe a híres uniónkba, ebbe a demokráciás országunkba. Most már egy pártrendszer van, úgyhogy már arra se lehet hivatkozni, hogy ez meg arra várunk, hogy ki lesz az erősebb, most már ugye narancsba borultunk, hát nem, és nem hat oda senki, sehova se, valahol a pénz diktál, mi meg döglünk, és hogy arra várnak, hogy meghalljunk, mert ezek a problémák akkor már megszűnnek, hát nincs tovább, akkor ez már nem gond. Ez meg ide se jön, vagy nem aggat, vagy nem tudom. Nem értjük. Meg hát mit lehet ezen érteni? És egyébként ettől a hétvégi demonstrációtól, ettől mit várnak, vagy nem tudom. Legfeljebb figyelem felhívás, mert másra nem lesz jó. Ez miről fog szólni ez a hétvégén? Dehogy nem lesz jó. Hát gyakorlatilag az országunk a figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy itt ilyet megengedhetnek maguknak úgynevezett tulajdonosok, vállalatvezetők. És egyébként az a petíció, amit be akarnak nyújtani, Az miről fog szólni, vagy mit szeretnének erre vezetni? Hát erről, rólunk, erről, fázunk az a petíció pontosan a törvénytelenség sorozatáról szól, arról szól, hogy a kormány ül fönn, és nyugodtan sok dolga van, biztos sok dolga van, sőt, nagyon sok dolga van. De ki foglalkozik velünk, mint magyar állampolgárokkal? Ki foglalkozik a munkatörvény betartásával? Senki. Viszont ha azt a lovat nem etetik meg, akkor lecsukják 7 évre. Ott volt a példa. Vagy mi már lóak se vagyunk? Vagy hogy? És egyébként mit várnak a polgármestertől? A polgármestertől azt várjuk, hogy ezeket a gondolatokat vigye föl a parlamentbe, és próbáljanak meg hatékonyan, és nagyon gyorsan működni, hisz már elfogyott minden tartalékunk. És nem mi vagyunk itt 150-en, hanem az a 300, akit már eddig kilépett és megpróbált valamilyen munkát, vagy esetleg munkanélkül segélyen otthon van. Annak is ugyanúgy jár még a elmaradt bére, de a 300-nak a családi szinten, ha megnézzük, az 1000 ember. Az is kevés. Mennyi kéne? De van egy működő gyár, van egy tönkrement Kiskunfélegyháza, anyagilag. Esetleg nem kéne ez az adó? Nem kéne a munkánk által előállított javak? Tehát semmi nem kell? Szeretnék azért a petíció szövegét felolvasni.
és akkor ha megtehetjük, akkor próbáljuk is segíteni. De van egy dolgozónak. Az olvasmányzik, átadjuk. Olvasd el. Ott lent is elég lenne. A sajtó az gondolom, nem? Mindegy. Hát nem kell olvasni a többiek előtt. Annyira van el, hogy a sajtó nyilvánosság előtte is meghallgatja. Elviszhetünk. A petíció Gandrik dolgozói állattal. Tisztelt Kapus Krisztián polgármester úr, a Teganzrög ZRT Kiskunfélegyház és budapesti dolgozói nevében a Teganzrög ZRT Vasas Szakszervezeti Szövetség alapszervezete és üzemi tanácsa nyílt levelet fogalmazott meg a vállalat tulajdonosai, illetve a Magyar Köztársaság kormánya számára 2010. szeptember 10-én. A levél eredeti formájában sajnos nem jutott célhoz, nem jelen meg egyetlen országos napilapban sem. Ennek okai, hogy a dolgozóknak nem állt rendelkezésére a nyílt levél megjelentetéséhez szükséges anyagi forrás, hiszen már 6 havi munkabérrel tartozik a munkáltató, és a megfelelő kapcsolatot sem találtuk meg. Tudomásunk szerint viszont Ménes István vezérigazgató úr eljutott a cég tulajdonosaihoz, ön pedig a megfelelő kormányzati szervekhez. Időközben 2010. szeptember 15-én a Teganzrög ZRT-nél volt egy közgyűlés, melyet az egyik tulajdonos formai okokra hivatkozva 15 perc után feloszlatott. Új időpontként az önkormányzati választások után október 4-ét tűzte ki. Mindenről tájékoztatták a vállalat vezetőit, és türelemmel intettek bennünket, bízván abban, hogy október 4-én megszületik a megfelelő döntés a vállalat sorsát illető. Kérjük, mint polgármester és országgyűlési képviselő, nyújtson segítséget, hogy a tulajdonosok, illetve a kormányzati szervek a lehető legrövidebb időn belül hozzáadják döntésüket, és a munkavállalók minél rövidebb idő alatt kapják meg elmaradt jogos munkabéreket, járandóságokat. Tisztelettel az üzemi tanács és a helyi szakszervezet. Petíció Kapus Krisztián polgármester úr részére. Téje Glandő dolgozói nevében kérjük haladéktalan intézkedését a találkozóban. 2010. október 10-én 6,5 hónap elmaradt bérünkkel mielőbbi kifizetését elősegíteni, az illetékes minisztérium közleműködésével, valamint a tulajdonosok jogtipló magatartását mielőbbi megszüntetésével. A kilépni és más munkahelyen elhelyezkedni kívánó dolgozók nem tudnak tovább lépni, mivel a munkaadó nem, vagy csak részben adja ki az ehhez szükséges dokumentumokat. A munkatörvénykönyve erre a feladatra 3 napot engedélyez. Cégünknél 3-4 hónapja nem kapták meg a kilépő iratokat. Cégünk tárpész kifizetőhely, betűvállományban lévő dolgozók 3-6 hónapja nem kapnak tárpész, mivel a munkáltató nem juttatja el a leadott tárpészes papírokat és a hozzátartozó adatokat törvénytelenül. Hivatkozási ok, a bérelszámoláson megbízott VT-szó Kft. Sem kapta meg a járandóságait, ezért a szolgáltatás felfüggesztette. Ezért júniusában 6 fő munkavállalóval kétoldalú szerződés kötött a munkaadó, miszerint a dolgozók előnyugdíjba mennek, a cég fizeti a nyugdíjintézetnek a törvényben előírt összeget. Ez a mai napig nem történt meg, a dolgozók 3 hónapja a levegőben levegnek. Nem alkalmazottak, nem nyugdíjasok, nem munkanélküliek, akkor mi? Egy magyar állampolgár magára hagyva. A Kiskunfélegyháza frissen megválasztott képviselő urai, parlamenti képviselők gondoljanak arra, hogy a fent említett ellehetlenült helyzet nem csak a 300 dolgozó gondja. A városnak elmaradt adóbevétele jól jönne, mivel a város gazdasági csődben van. Településünk a munkahely lehetőség katasztrofális. A helyi vállalkozók helyzetét is erősen befolyásolhatja a fizetőképes vásárlóerő csökkenése. A megnövekedett munkanélküliek száma a város terheit is tovább növeli. Ez a felsorolást folytathatnánk, de önök jobban tudják, mint mi, hiszen ez a dolguk. Sürgős intézkedését köszönöm a gyár összes dolgozója, és végezetül a nyílt levél, ami nem jutott el igazából sehova a közvélemény felé. Nyílt levél a Teganzrög ZRT részvényeseihez és a Magyar Köztársaság kormányához. A Teganzrög ZRT Kiskunfélegyház és budapesti dolgozói 2008 tavaszától szenvedik el a fizetések elmaradását, a mai napon valamivel több mint 6 havi bérrel tartozik nekünk a munkáltató. A munkáltatóval folytatott megbeszéléseken régóta azt hangzik el, hogy a megoldás a kormány 1106/2010 4/30 kormányhatározatában vállalt megmentési és szerkezetátalakítási költségvetési készfizető kezesség vállalás alapján kereskedelmi banktól felvett 2,071 milliárd forint hitel lehetne. A határozat megjelenése 2010. április 30-a óta helyzetünket megoldó előrelépés nem történt. A határozatot a kormány nem vonta vissza, de használhatóvá sem tette. A dolgozók és családjaik a jelentős bértartozás miatt nem tudják fizetni a közüzemi számlákat, banki törlesztő részleteiket. A közelgő tér miatt egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek, ezért a döntéshozók, a két tulajdonos és a kormány illetékesei azonnal intézkedését várjuk. Ezek alapján kérdéseink a következők. A Teganzrög ZRT tulajdonosainak mi a szándéka a cégünkkel és az ott dolgozó emberekkel?
A döntés azok kormányzati szervek mikor hozzák meg a végleges döntésüket a cég talpon maradása érdekében. Meddig akarják a munkavállalókat saját játszmaiban felhasználni a munkatörvény könyvét, mint törvényt lábbal tiporni. Ezen nyílt levelünket tekintsék a dolgozók és a családtagjaik nevében írt segélykiáltásnak. Kiskunfegyháza 2010. október 9. Degandrök ZRT Vasas Szakszervezeti Szövetség alapszervezete és üzemi tanácsa. Köszönjük szépen! Elnézést kérünk ezért a egyszerű csomagolásért, de az éjszaka folyamán történt egy olyan esemény, ami miatt nem tudtuk tisztességesen befejezni a munkánkat. A következő történt ugyanis. 3 napja, ugye, hogyha jól emlékszem, sztrájk van a cég területén, és éjféltük környékén a sztrájk őrségünk elindított egy riadóláncot tulajdonképpen. 6 vagy 8 fekete ruhás egyén az Alstom cég helyi képviselőjével, aki eddig itt irányította a gyártását bizonyos termékeknek, behatolt a gyárban mindenféle engedély nélkül. Megfélemlítve a sztrájkőrséget, szinte kicsukták az egyes csarnokokból a vécét, nem tudták megközelíteni, tehát addig még 10 voltak bent körülbelül, 11 fővel ezt az egész dolgot meg a biztonsági őrökkel nem tudták megakadályozni. Miután kiértesítettek bennünket, kihívtuk a rendőrséget, a Magyar Távirati Irodától sikerült egy riportert szerezni, aki valamennyire hatással volt gyakorlatilag ezekre az emberekre. Volt itt tőlük azt hiszem jogász is, meg egy-két képviselő, meg itt volt személy szerint a Lózert úr is, akivel eddig gyakorlatilag egy jó kapcsolata volt a dolgozóknak, mert úgy éreztük, hogy sokszor segítettük egymás munkáját, de minthogyha most megfordult volna ez az egész dolog. Tehát nagyon rossz hatással volt ez az egész, tehát az egész napunkat elrontotta. Semmit nem így terveztünk el, mint ahogy történt tulajdonképpen. Úgy volt, hogy a gyári dolgozóknak a többsége tulajdonképp itt lesz a téren. Ehelyett nagyon kevesen tudtunk ide eljönni, gyakorlatilag a többiek bent vannak, és majdnem azt mondom, hogy őrzik a területet ezekkel a, én úgy hívom most őket, lehet, hogy nem jó lesz, hogy szekrény emberek, mert félnek attól, hogy bármi megtörténhet még időközben, mi itt kint vagyunk, addig valami történik esetleg a gyárban, amit esetleg később ránk foghatnak, hogy mit csináltunk, szóval nem számítottunk ilyen tevékenységre, annál is inkább, mert a Ménes úr vezérigazgatónk az megígérte, hogy a hétvége folyamán ezt 50 ember előtt tette ezt az ígéretet, nem fog semmilyen olyan esemény történni a cég területén, ami nekünk a békés sztrájkunkat esetleg veszélyeztetni vagy befolyásolhatja. Mi ehhez képest szerintem megfélemlítve éreztük magunkat, mert csak toporogtunk. Bejött a rendőrség is, és azok is tehetetlenek voltak. Gyakorlatilag egy olyan papírt lobogtattak a kezükbe távolról, és arra hivatkoztak, hogy a Ménes úr engedélyével történik ez az egész. Időközben reggel pedig pont ennek az ellenkezője derült ki, jön hozzánk most az igazgató, aki azt nyilatkozta nekünk telefonba, hogy az egészről, egész eseményről nem tud semmit. Az aláírásról se, meg a jogosságáról se, hogy ezek az idegen személyek gyakorlatilag behatoltak engedély nélkül, de a többi dolgozó nem merte vállalni, hogy ott hagyja a területet. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és akkor köszöntöm a sajtó munkatársait. Én is írtam egy levelet természetesen a sztrájkoló munkavállalóknak, bár azt gondolom, hogy ha sokan írunk sok levelet, attól se leszünk sokkal előrébb, nem felétek kell válaszolnunk nekünk igazán. Sajnálatomat és maximális együttérzésemet tudom kifejezni önöknek, illetve tisztelettel adózom a cég irányába tanúsított lojális, a végsőkig kitartó magatartások miatt. Szomorú és ugyanakkor felháborító helyzetnek tartom, hogy ez a jelenlegi állapot kialakulhatott, és hogy egészen idáig fajult. Végső elkeseredésükben fordultak a demonstrációhoz és a Kiskunfélegyházi önkormányzathoz a Ganzrök dolgozói, és mindannyian szomorúan állunk a helyzet előtt, hiszen most már közel másfél év óta csak hitegetik a cég vezetői, tulajdonosai a dolgozókat, és éppen úgy az önkormányzatok is, hiszen az munkabéreken túl a helyi iparűzési adót sem fizették ki a városnak. Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy ekkora nagyságú magánvállalat így vissza tudott élni a dolgozók türelmével és bizalmával. Azzal, hogy a dolgozók munkabérét nem képes kifizetni, vagy tisztességgel elengedni őket, hogy más munkahelyeket kereshessenek. Csak remélni tudom, hogy a munkavállalók iránti felelősségük súlyát átérzik a cégvezető is,
és igyekeznek minél előbb konszolidálni a kialakult helyzetet. Lehetőségeim szerint mindent megteszek azért, hogy legalább a párbeszéd lehetőségét biztosítsák az önök számára, hogy valaki a cég vezetéséből, tulajdonosi köréből végre eljön Kiskunfélegyházára, és válaszoljon az önök által feltett kérdésekre, hiszen az önök által a petícióban megfogalmazott kérdésekre a választ a cég tulajdonosai vezetői adhatják meg. Nem tudok már azt mondani, hogy legyetek türelem, mert már nincs. Tehát ezt mindenki tudja. Tehát a város helyzete is azért tart itt, mert többek között ez a adóbevétel is hiányzik. Sajnos a város gazdasági helyzete azt sem tudja megengedni, vagy nincs lehetőség az, hogy egyáltalán munkahelyeket teremtsünk és más munkahelyeket biztosítsunk. Sőt, hát most jobb, akkor sincs, mert ugye még a papírokat sem adják ki, hogy egyáltalán valaki más munkahelyen megjelenjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövő héten kezdődően már nem a cég vezetéssel kell beszélni, mert a Ménes úr látom, hogy azért jön, de hát ugye nem tud semmit. Tehát a cég tulajdonosai irányítják itt a szálakat, akiknek meg úgy látszik, hogy pontosan nem ismerjük a konkrét szándékait. Azt nem szeretném talán közreadni, hogy mit gondolok én az ő konkrét szándékaikkal, de egy biztos, hogy sem Kiskunfélegyház a városának, sem a kiskunfélegyházi munkavállalóknak, tehát az itt élő dolgozóknak, ami több száz emberről beszélünk, így több hónapi munkabér elmaradásával egyértelműen megérthető már az ő türelmetlenségük, egyáltalán a hitegetésből is elegük van, azt gondolom, itt az tavaly augusztus óta azt hiszem folyik már ez a hitegetés, hogy mindig lesz valami. Amennyire az elmúlt hetekben és napokban beszéltünk, azt gondolom, hogy ha már egy biztos igen, vagy egy biztos nem is sokkal több, mint a bizonytalanság, mert akkor legalább az ember tudja, hogy merre tovább. Úgyhogy én abban bízom, hogy a elkövetkezettő hetekben nagyon gyorsan és kemény lépésekkel valamire döntésre kell jutni. Jelenlévő és ennél lévő sztrájkolók számára ezt kiktassák. Köszönöm szépen, elnézést a közbenműködő. Akkor is visszák ennek a kérdésnek a levét, nem csak azok, akik ott dolgoznak, hanem azonban mindenki tévét ebben a rázsban, a szemben van szökezőben. Köszönöm szépen. Akkor addig, amíg a sajtó megérkezik, egy nagyon fontos bejelenteni valónk van. Nyilván, akik itt vannak, szinte mindannyian tudjátok azt, hogy sztrájkot hirdettünk a gyárban. Ebben hát egyelőre 50-60 munkavállaló, aki részt vett. Megkérnénk a többieket, ha úgy érzik, hogy egy a célunk, akkor, és még gyári alkalmazottak, akkor ebben vegyenek részt, ha megtehetik. Ez a részünkről békés, tehát semmilyen atrocitás mi nem tettünk senki irányába. Ezt 3 napja tart. Érzékeltessük a helyzetet, 24 órában vannak ott a dolgozók. Éjjel 4-6 fokokban egy olajos hordóban tüzelnek és védik azt, hogy elvigyék a még bent lévő kevéske terméket. Ezt éjfél körül megtámadták, így mondhatjuk, hogy megtámadták. A szerződött partner az Alstom cég képviselője, akivel együtt nagyon jól tudtunk eddig együtt működni és kommunikálni, és a pozitívunként a számlájára írható, amit nem felejtünk el, hogy 2 hajbérünket február környékén ő fizetett ki, tehát mi ezt a Lózert úrnak, aki a képviselője, jeleztük, hogy nem az Alstom ellen van kifogásunk, sőt, megköszönjük az eddigi támogatását, hanem a tulajdonosainknak szeretnénk ezzel egy figyelemfelhívást eljuttatni, hogy elfogyott a türelmünk, és sajnos ez a német cég az, aki ennek a áldozatául esik. Tehát éjfélkor zavarták, tulajdonképpen még WC-re se engedték be őket, tehát mindegy, átvették a telephelyet, megfélemlítették őket. Erről hajnalban Ménes István vezérigazgató tájékoztatva lett, mert az állítólag az ő által aláírt engedéllyel jöttek be. A vezérigazgatónk ezt megcáfolta, azt mondta, hogy ő semmilyen jellegű írás nem adott, ő semmilyet nem írt alá. Most a legjobb tudomásunk szerint Ménes úr a gyárba ment le rendezni a helyzetet. Tehát annak örülünk, hogy ennyien vagyunk, de kétszer ennyien lehetnénk, mert a többi munkavállaló, aki eddig a sztrájkot folytatta, most kín van a gyárba.
attól tartva, hogy ha bejövünk ide ezt a békés demonstrációt megtartani, akkor esetleg a kamionok beállnak és elkezdik a pakolást. Továbbra is azt mondom, hogy csak békés eszközökkel kívántuk ezt megakadályozni, hogy ezt a terméket innen elvigyék. Fenntartjuk azt, hogy csak a figyelemfelkeltés eszközével akartunk érni. Képviselői, én úgy mondanám, hogy szekrényen. Én azt hiszem, hogy elnézését kérem mindenkinek, hogy elfogadott kormány határozatot van, nincs visszagomba. Fogalmat a vállalat tulajdonosai, illetve a magyar köztársaság kormány számára 2010. szeptember 10-én a nyílt megjelenéséhez szükséges anyagi forrás, hiszen már 6 havi munkavére tartozik a munkát a cég tulajdonosaihoz, ön pedig a megfelelő kormányzati szervekhez. Időközben 2010. szeptember 15-én a TE Gazdag ZRT-nél kénységes tulajdonosok, illetve a kormányzati szervek a lehető legjobb időn belül hozzák meg döntésüket.